Manapság már nagyon sok ember játszik multiplayer játékokkal, például a mai videó szereplője a Roblox. Sokan ismerik, de sokan nem. Ez a videó ennek a platformnak lesz az ismertetője. A Roblox egy multiplayer játékplatform. Maga a Roblox az csak egy portál, amiből a játékokat játszhatod. Ezek a játékok multiplayer játékok. Remélem azt nem kell magyarázni, mi az a multiplayer. Értékelted a játékokat, és ha lehetséges, akkor még donét tehetsz is nekik. Apropó donét, a platformon van fizetési eszköz, ami a Robux. A Robux fizetési eszközt igazi pénzből vásárolhatod elképzelhetetlen áron. A Robuxot különféle rohadt drága kinézetekre költheted a leginkább. De költheted fizetős játékokra is. Esetleg a játékok privát szerverője is. Ezzel donételsz a kedves kis készítőknek, mármint nem a Roblox készítőnek, hanem a játék készítőinek. Szomorú dolog, hogy mégis a Roblox fejlesztőinek donételsz Robuxot, és a Roblox például 10 Robuxból csak 3-4 Robuxot ad a készítőknek. Így gazdagodik a Roblox fejlesztőségének a munkaköre, mert a Robuxot igazi pénzé váltják, így ők megkapják a valódi pénzt, szerintem. Tegyünk át a kinézetekre, vagyis ismertebb nevén a skinekre. Van rengeteg különöltözék. Van a klasszikus és a profil valós textúrájú, amit nem érdemes felvenni, mert a rengeteg játékban nincs beállítva az a fél skin mód, így nem lesz lehetett semmi, vagyis... A multiplayer játékok funkciója a barát hozzáadás és a velük való chat. A Robloxban is van ilyen módszer. Tudsz hozzáadni barátokat egy invite használásával. De egy játékban is küldhetsz barátkérelmet annak, aki esetleg megtetszik, például az írási szépsége miatt. De ez tök hülyeség. Ha megjön a kedved, akár te is készítesz játékokat a Roblox Studio használatával, amit a Roblox magától telepít a gépedre, és egy könnyed belépés után már használhatod is. Ahhoz, hogy hogyan kell használni, keres rá YouTube-on. Ha elkészítetted a játékod, akkor természetesen átadjad a fizetésre egy gonosz idió! De szerezhetsz olyan dolgokkal is Robuxot, amivel nem rontod el az emberek játékélményét. Például privát szerverekkel. Sem buzdítanának rá, hogy ilyet csinálja a játékodban, hiszen ezt valaki még komoly keretek között megismerheti. Ha nem tudnád a privát szerver, annyit tesz, hogy lesz egy saját kis mini szervered, amiben beállítod, hogy csak te lehetsz rajta, így nem fognak zavarni a játékosok. Én a privát szerveres megoldást ajánlom, hogy használ, mert nekem sikerült egy hét alatt egy ilyen megoldással 14 Robuxot szereznem, ami egy hónapos rátszámítva már elég sok. Tudom, hogy sokan fújolják a Robloxot, amit nem értek. Akik nem szeretik, így például videók alapján, akkor próbálják ki, és még 2021-ben én is utáltam a Robloxot, és már nem, de még régen a névjegyemnél a csatornámmal odaírtam, hogy írjatok játékötleteket, csak az ne Roblox és Fortnite legyen. De aztán kipróbáltam és megtetszett a Roblox, és nem a Fortnite, mert az még mindig Fortnite. És a Robloxszal még azóta is játszom. Ha még kipróbálás után is egy nagy kutya szal ülnék, akkor oké. Ennyit akartam elmondani. Próbáljátok ki, és ha tetszik, akkor játszatok vele.